Kuta Jelen és a Jövő koreográfiával köszöntötte a Táncvilágnapját a Vörösmarty Színházban az idén 75. születésnapját ünneplő Alba Régia Tánc Együttes. A jeles évfordulón Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, városunk kultúrájának egyik fontos talpontja az együttes, majd emléklappal köszönte meg az egyesület munkáját. A mai gála azért is különleges itt a Vörösmarty Színházban, hiszen az Alba Régia januárban egy nagyon szép ünnepi évet kezdett, egy jubileumi esztendőt. A 75. születésnap azt gondolom, hogy nagyon szép hagyományt is mutat, de azt is mutatja, hogy ez egy élő hagyomány, egy élő közösség. Akkor talán januárban a kiállítás megnyitón úgy fogalmaztam, hogy valójában az Alba Régia családját is köszöntjük ebbe az esztendőben, és hogy csak így körbenéz az ember, azok között, akik ma nem fognak táncolni, is rengeteg olyan embert talál, aki közvetlenül vagy családja valamelyik tagján keresztül az Alba Régia mozgalmához, közösségéhez kapcsolódik. A Táncegyesület elnöke Juhász Zsófia hangsúlyozta, fontos számukra, hogy a veretes múlt és a jelen mellett határozott jövőképpen rendelkezzenek, ami megmutatkozik a következő generáció nevelésében is. Szeretnénk, hogyha ez az együttes mindig is méltó lenne Székesfehérvárhoz, méltó lenne ahhoz a nagy támogatottságot, amit élvez, és mi azért mindent megteszünk, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat számít az, hogy művészeti iskolánk van, és az utánpótlás nevelés folyamatos az együttesben. A jubileumi év egyik fontos eseményén Botos József Fut a kosár című koreográfiáját az idősebb generáció, illetve a jelen táncosai előadásában láthattuk, de természetesen a jelen és a jövő táncai is megjelentek az esten. Molnár Gábor, Majorosné Szabó Veronika Tombor, Bea és Jómagam vezetésével dolgozunk már jó pár éve az együttes életébe, és azt gondolom, hogy nagyon sok műsort, nagyon sok koreográfiát láthattok tőlünk. Valamilyen szempontból így a kedvenceket válogattuk össze, de azért nagyon fontos volt, hogy ennek legyen egy íve. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hangulati szempontból is egy nagyon jó ívű dolgot sikerült összeraknunk. A népi kultúra barátai ezen a napon is megerősödhettek abban, hogy az Alba Régia Tánc Együttes továbbra is hazánk és városunk kiemelkedő együttese, és kiváló koreográfusokkal és táncosokkal képviseli a néptánc örökségét, és bebizonyosodott az is, hogy a mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között.